A mai napon volt a 10. jubileumi benenapunk. Igaziból benne vagyunk, ez a napnak a szlogenje. Középen egy N betű, amely zárójelben van. Jelenti azt is, hogy benne vagyunk, és benne vagyunk. Ez egy ilyen találó kifejezés, és óriási boldogság a számunkra, hogy megtisztelt bennünket három olimpikon, illetve olimpiai bajnok. Ketten a vízilabda területéről jöttek, és egy pedig a cselgáns területéről. A vízilabdások közül már nagyon sokan voltak eddig is az iskolánkban, mert nekem célom az, hogy a nagy vízilabda csapatot, a Masters csapatot, mindenkinek megszerezzem a kéznyomát. És jó úton haladunk, hiszen már csak 5 hiányzik, akiből már 2 igenlő választ adott, csak most nem értek rá. A mai napon itt köszönhettük Szécsi Zoltánt, kapust, úgyhogy 3-szoros olimpiai bajnok, Nagy Viktort, aki bronzérmes volt, illetve világbajnok, Európa-bajnok, és Kovács Antalt, aki olimpiai bajnok, világbajnok, és a cselgáncsban eddig egyedül érte el ezt az eredményt ugye ebben a sportágban, és azóta sem. Ez a megtisztelő volt számunkra. Kéznyomatokat mikor adták, egy nagyon jó hangulatban történt, mert az első kéznyomat nem sikerült, ennyit elárulhatok. Kicsit túlságosan belenyomta? Én biztos. Mint a habba. Nézd meg, Gyuri, az jó lesz? Igen, nagyon mélyre. Nagyon mélyre. Figyelj, feladat az feladat. Tehát... Jó. Ez nem lesz igazi. Ez jó sikerült. Ez nagyon jó sikerült. Ez jó csinált. Ebben érzés van, nem? Öreg kőműves családból származott. Reggel edzettem, egy kicsit kondisztam, és erőtnek éreztem magam, és úgy éreztem, hogy feladat. És aztán sikerült megoldanunk ezt a dolgot is. Szász György művész úr segítségével vettük a kéznyomatokat, illetve itt volt György Béla, a MOA főtitkár, valamint itt tisztelhettük Bene Ferencet is, névadónknak a fiát. Egy nagyon illusztris társaságban voltunk, a gyerekek nagy örömére. A gyerekek ezen a napon 12 helyszínen akadályversenyen vettek részt. Nem sorolom fel, hogy milyen akadályversenyek voltak nekik, mert felsorolni sok szerintem, de nagyon élvezték a helyzetet. És a csapatok pedig 3 sportágban versenyeztek, röplabdában, szivacskézilabdában és labdarúgásban. Sajnos az idő nem kedvezett nekünk, beszorultunk az épületbe, ez egy kicsit átszervezésre késztetett bennünket, és bent kellett megtartanunk a rendezvényeket. De azt mondom, hogy sikeresen lezajlottak. A Bene Ferenc Általános Iskola a labdarúgásba elhozta az első helyet, aminek nagyon örültünk, hiszen egy ilyen iskolához ez méltó dolog. Szégyen lett volna, hogyha nem is szerezzük meg az első helyet. Én nagyon köszönöm azoknak az iskoláknak, akik a rossz idő ellenére is eljöttek, és itt voltak a mi Bene napunkon. Ez hagyomány a mi iskolánkban. Átalakult természetesen, mert mindig mi is újítunk, innovatívak vagyunk, a változásokhoz képest ugye alakítjuk, hogy a gyerekeknek még élményszerűbb legyenek ezek a foglalkozások, de úgy tűnik, hogy sikerült. Mindenki elégedett volt, a felnőttek is, a gyerekek is, a meghívott vendégeink is. Örülök, hogy a mai napot ilyen sikeresen zártuk. Remélem, hogy a kollégák is így érzik, hiszen jó, van egy ember, aki ezt kitalálta valamikor, hogy legyen ez a nap, de kellenek hozzá csapattársak, mert anélkül nem lehet ezt megvalósítani. És hál' Istennek nekem vannak. És együtt sikerült ezt megtennünk, hogy a gyerekek, a kollégák, a vendégek, a résztvevők mind hozzájárultuk a mai nap sikeréhez. És bízom benne, hogy a jövőben is ugyanígy fogjuk ezt folytatni, ilyen eredményesen és sikeresen.